Scherner mesélt már rólad egyébként. No csak, és mit? Például, hogy te tényleg ismered a hála fogalmát. Hogy számodra ez korán sem csak a féle ködös kifejezés, mint sokaknak. Meg akarod tartani, amit elértél. De hajlandó vagy érte áldozni is. Ügyesen csinálod. Neked aztán nem adhat senki semmiféle tanácsot. Tökéletesen értelek téged, sőt, ismerlek. Tudom, mit akarsz. Szeretnél egy saját altábort. Fogalmat sincs, mivel jár ez. Csak maga a papírmunka. Akkor még el sem kezdted felépíteni az egész szart. Pusztán engedélye, kért talpasz. Aztán jönnek a mérnökök és vitatkoznak csatornázásról, alapozásról, a legkülönbözőbb előírásokról, 4 kilométer hosszú kerítésről, 1200 kiló szöges drótról, 6000 kiló elektromos vezetékről, arról, hogy hány légkörméter jusson egy fogolyra, úgyhogy a végén agyon akarsz lőni valakit. Én végigcsináltam, tudom. Igen, tudom, hogy végigcsináltad. Ezért megkönnyíthetnéd a dolgomat. Nem lennék hálátlan.